hatékony munka, az eredeti ütemtervtől jóval gyorsabban halad a környezeti terhelést jelentő hulladéklerakók rekultivációja a megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás településein. Változó feladatkör, a következő évtől a megyei önkormányzat elsődleges feladata az uniós fejlesztési források elosztása lesz. Gasztronómiai kavalkád 9. alkalommal rendezik meg a demecseri káposztás napokat a hétvégén. Az eredeti ütemtervtől jóval gyorsabban halad a környezeti terhelést jelentő hulladéklerakók rekultivációja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás településein. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 240 önkormányzatot tömörítő társulás 7 milliárd forint Európai Uniós forrás nyerte a Környezetvédelmi Hatóság által bezárt és használaton kívüli depóniák felszámolására. Ha a munka a jelenlegi ütemben halad, évvégére már 90%-os lehet a készültség. Összesen 108 települést érint a megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás programja, amelynek során több mint 7 milliárd forintból rekultiválják az elhagyott depóniákat. A hulladék ártalmatlanítása után záró réteggel borítják a lerakókat, és őshonos növényfajtákkal telepítik be. A munkálatok nem látványosak, azonban a szemét okozta tájsebek begyógyítása és a környezeti terhelés megszüntetése régen megoldandó probléma, aminek megvalósítását teljes egészében Európai Uniós forrásból finanszírozzák. A települési önkormányzatoknak kellene ezt a munkát elvégezniük saját forrásból, akár az önkormányzati költségvetéséből is a hatóság kötelezni a települési önkormányzatokat, ugyanis Európai Uniós kötelezettségünk ez a rekultiváció, illetve hát nem csak a kötelezettségünk, hanem az ott élők életminősége szempontjából is fontos, hogy azokat a szennyező forrásokat eltüntessük. Az előkészítés során három csoportba sorolták a területeket, amelyek mindegyikében más kivitelező végzi el a rekultivációt. A tervek szerint 2014 tavaszára kell befejezni a munkát, azonban a kivitelezők az eredeti ütemtervtől jóval gyorsabban már az idei év végére elérik a 90%-os készültséget. 44 településen már befejeződött a munka, és a területet visszaadták a tulajdonos önkormányzatoknak. Az utógondozás és a megóvás már az ő feladatuk. Alapvető fejlesztési célokban egyetértés van a megyei közgyűlésben. Ezt mondta a mai ülésen Sesták Oszkár testület elnöke. A következő évtől a megyei önkormányzat elsődleges feladata az uniós fejlesztési források elosztása lesz. Ennek érdekében együttműködnek azokkal a szervezetekkel, amelyek területfejlesztéssel foglalkoznak. A megyei közgyűlésen mindezek mellett szó volt a Szilárd Hulladékgazdálkodási programról is, amely több kritikát kapott az ellenzéki frakcióktól. A közgyűlés korábban egyhangulag fogadta el a megye területfejlesztési koncepcióját. A megváltozott feladatkör miatt módosították a testület szervezeti és működési szabályzatát, hiszen a jövőben források elosztásával, illetve gazdaságfejlesztéssel fognak foglalkozni. Ennek kapcsán szoros együttműködést alakítanak ki az állami tulajdonban lévő regionális fejlesztési holdinggal, valamint a Záhonyi Területfejlesztési Kft.-vel. Azt gondoljuk, hogy, és ez a koncepcióban is megfogalmazást nyert, hogy további infrastruktúrális beruházásra a következő 7 éves periódusban ilyetén módon nincs szükség. Tehát valannyi ipari fejlesztési övezet a megyében, ami kellő alapot ad ahhoz, hogy nagy mennyiségű KKV, esetleg külföldi beruházó találja meg a számítását. Ami a feladat, hogy ezeket az ipari területeket pozícionáljuk. Marketing, közös, összehangolt befektetés ösztönző tevékenység. A közgyűlésen többek között beszámoló hangzott el a megyei települési szilárd hulladékgazdálkodási program megvalósításáról, amely több kritikát is kapott az ellenzék részéről. A szocialisták szerint az államnak kompenzálnia kellene a szolgáltatást végző önkormányzati tulajdonú cégnek a rezsicsökkentésből adódó árbevétel kiesését. Minimálisan van egy olyan probléma, hogy az Európai Uniós pályázatban vállalt egy bevételi kötelezettséget ez a bizonyos önkormányzati társulás. Ez nem fog teljesülni, hogyha ezt a 10%-ot érvényesítik, már pedig érvényesítik. A második probléma, hogy nem tudják az eszközöket pótolni, ami ennek a programnak eredményeképpen beszerzésre került uniós támogatásból. Amikor ezek az eszközök elhasználódnak, akkor már saját bevételből kellene pótolni az eszközöket, ezt nem fogja tudni pótolni. A harmadik probléma, hogy van egy jelentős hitelteher ezen a társaságon,
nagy valószínűséggel az ilyen módon meghatározott árakkal ezt a hitelt erre sem fogják tudni folyamatosan törleszteni. Ebből következően a társaság gazdálkodásának van egy nehézsége. A Jobbik frakciója elsősorban a hulladékszállítás díjain változtatna. Adorján Béla szerint a hulladék mennyisége után kellene meghatározni a fizetendő összeget, hiszen sok olyan kis település van, ahol nem keletkezik annyi szemét, hogy hetente megteljenek a kukák. Határozottan azt kérjük, hogy ennek a szolgáltatásnak a díjfizetése csak és kizárólag a megtermelt szemét mennyiségén alapuljon. És itt a sajtónyilvánosság előtt is felhívnám az igazgatónak a figyelmét, hogy hozza el nekem a közgyűlésbe, vagy akár ő nevezze meg, bárhol is van az az ember, aki a díjfizetési tételbe azt a furcsa anomáliát megmagyarázza nekem, miszerint a konzorcium a szemetet tonna egységben ártalmatlanítja. Tehát így is szól egyébként a szerződés, meg van határozva, egy tonnát ennyiért értékesítünk. Ugyanakkor a lakosok űrmértékre fizetik az ártalmatlanítási díjat. Hozzon már nekem ide egy embert, aki el tudja nekem magyarázni, hogy kiváltotta át a tonnát űrmértékre. A közgyűlés elnöke emlékeztette a testületet arra, hogy a program az unió támogatásával valósult meg, amelyben a közgyűlés kötelezettséget vállalt bizonyos szabályok betartására. Sajnálatos módon, de Európai Uniós kötelezettségünk a szennyező elbefizet elvnek az alkalmazása, és attól függetlenül, hogy milyen mennyiségű hulladék képződik, attól függetlenül is van felelősségünk, vagy lakossági állampolgári kötelezettségünk ez ügyben. Igyekszik a társulás, a KFT, amely egyébként a társulás 100%-os önkormányzati tulajdonában álló cég, tehát a közszolgáltató itt önkormányzati tulajdonban, ez egy komoly eredmény és komoly lehetőség. Sesták Oszkár azt is hozzátette, hogy a rezsicsökkentés mellett kisebb gyűjtőedényeket is alkalmaz a szolgáltató azért, hogy csökkenteni tudják a lakossági terheket. Veres János szerint az E.ON gázüzletágának állami felvásárlását az adófizetők pénzéből finanszíroznák. A politikus ezért fontosnak tartja egy olyan vizsgálóbizottság felállítását, amely kiderítené, ténylegesen milyen ügylet köttetik, és az Magyarország érdekében áll-e. Az MSZP fontosnak tartja, hogy vizsgálóbizottság jöjjön létre az E.ON gázüzletág megvásárlásával kapcsolatban. A politikus szerint egy szakértő testületnek kellene megállapítani a nyilvánosság biztosításával azt, hogy valójában mennyibe kerül a tranzakció, és vajon megéri az országnak, hiszen az adófizetők pénzéről van szó. Egy olyan ügyletről van szó, amelyet a mi pénzünkből akarnak kifizetni. Most éppen 71 milliárd forintot szavaztak meg a héten a költségvetésből arra a célra, hogy legyen forrása az MVM-nek megvásárol az üzletágat. Ezen kívül az MVM egy általunk nem ismert nagyságú hitel, több 100 milliárd forintos hitelt fog fölvenni azért, hogy megvásárolja az E.ON üzletágát. Mi úgy látjuk, hogy az E.ON nagyon jól jár ezzel az üzlettel, még az is elképzelhető, hogy így kap kompenzációt az egyébkénti rezsicsökkentés miatt elviselt veszteségeire, de sok minden más is elképzelhető. Magyarul egy vizsgálóbizottság tudná igazán kideríteni azt, hogy ténylegesen miről is van szó. Veres János szerint Magyarország akkor is tud gázártárgyalásokat folytatni Oroszországgal, ha nincs tulajdonában az E.ON gázüzletága, ezért szerinte ez nem valódi érv a vásárlásra. Az MSZP szerint egy vizsgálóbizottság tudná eldönteni, hogy Magyarországnak érdekében áll-e egy ilyen ügylet megkötése. A Fidesz szerint viszont az előző kormányok idején nőttek drasztikusan az energiaárak. Veres János nem tud saját árnyékán túllépni. Amíg kormánytag volt, 15-ször emelték az energiahordozók árát, háromszorosára emelkedett a gázára, kétszeresére pedig a villanyára. Veres János eltűrte kormánytagként, hogy a németek és az oroszok tárgyaljanak arról, hogy mennyi legyen egy köbméter gázára. Kormánytagként volt lehetősége megakadályozni az előbb felsorolt dolgokat, és nem tette. Több millió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy külföldi férfi autójában. A csengeri határrendészeti kirendeltség járőrei Jánkmajt és külterületén igazoltatták a férfit. A rendőrök az intézkedés során a gépjármű utas és csomagterét is átvizsgálták, amelyben nagy mennyiségű zárjegy nélküli feltehetően csempészett cigarettát találtak, melynek értéke közel 2 millió forint. A járőrök a gépkocsit vezető külföldi állampolgárt elfogták, a kirendeltségre előállították, és az ügyben illetékes nemzeti adó- és vámhivatal munkatársainak átadták.
Szabolcs a hazáért címmel rendeztek tudományos konferenciát a Józsa András Múzeum munkatársai a Városháza dísztermében. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából megtartott ülés célja, hogy azokra a hősökre irányítsák a figyelmet, akik a megyéből indulva képviselték az emberek akaratát az összecsapásokban. Szabolcs a hazáért állt a szabolcsi 48-as honvéd zászlóai zászlószalagján. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején ez a zászlóaj 1848. szeptemberében esküdött fel a Vármegye akkori székhelyén Nagykállóban a zászlóra. Ennek a történelmi eseménynek kívántak emléket állítani a Józsa András Múzeum munkatársai a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegből azzal a tudományos konferenciával, amit a Városháza dísztermében tartott. A találkozón a korszak kiváló kutatói vettek részt. Herman Róbert, Kedves Gyula, Hajagos József, Csikány Tamás arról mesélt, mi történt az országban 1848-ban, és hogyan történtek a honvéd sorozások. Helyi szakemberek pedig a Szabolcs vármegyei eseményeket elevenítették fel. Akik a konferencián részt vennek, és hála Istennek nagyon sok diák van itt, hogy még jobban megismerjék azt, hogy a szőkebb hazájuk mit tett 1849-ben, hogy az az egészséges patriotizmus, az a lelkiségük növekedjen, hogy legyenek büszkék arra, hogy Szabolcsban élnek, Szabolcsban tanulnak, vagy Szabolcsban vannak, mert Szabolcs vármegye legalább úgy kivette a részt az országos eseményekben, még ha nem is beszélünk róla, mint más-más törvényhatóság, vagy éppen maga a főváros. A tudományos konferencián elhangzott, a vármegye 120 ezer lakosa erőn felül vette ki részét a szabadságharcból. Legalább 5 ezer katona szolgált a honvédsereg különböző alakulataiban, az itt élő iparosok pedig azon dolgoztak, hogy a szabadságharc honvédségét ellássák fegyverekkel, ruházattal és élelemmel. 2013 őszén a Józsa András Múzeumban 48-as emlékkiállítás nyílik, amelynek anyagát a megye múzeumaiban is bemutatják. 9. alkalommal rendezik meg a demecseri káposztás napokat a hétvégén. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 3 megyebeli csapat is a legjobb 32 közé jutott a labdarúgó Magyar Kupában. Az országos főtábla 3. fordulójában a Kisvárda Nagykőrösön nyert 3-0-ra, a Kemecse Pilisen győzött 2-1-re, a Nyíregyháza Spartakusz pedig 2-0-ás nyírbátori sikerével harcolta ki a továbbjutást. Pénteken Kecskeméten lép pályára a Marsó NKK. A nyíregyházi férfi kosarasok október 5-én Pakson az atomerőmű ese otthonában kezdik a szezont. Kilencedik alkalommal rendezik meg a demecseri káposztás napokat a hétvégén. A káposztás ételeket főző csapatok mellett színes kulturális programok, kirakodóvásár, kézműves bemutatók is várják a látogatókat. Az ínyenségek kóstolása közben a káposzta gyalulást versenyszerűen lehet majd kipróbálni, a fiatalok pedig a káposzta taposás népi módjával is megismerkedhetnek. A káposzta ízletes, sok vitamin tartalmaz és ezerféleképpen elkészíthető. Demecserben idén is felelevenítik a káposztás ízeket, előveszik a régi, hagyományos recepteket, valamint az újításokat is. A városban a káposzta termesztésnek és savanyításnak régi hagyománya van, ezért hívták életre a fesztivált évekkel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal. Az első napon pénteken minden évben horgászversenyt rendeznek, majd szombaton és vasárnap a káposztás ínyenségeké a főszerep. Mint ahogy azt az elmúlt 8 alkalommal is tapasztaltuk, több ezren látogatnak el a káposztás napokra, és egyre bővül a kör, hiszen eleinte Demecserből, a megyéből, Nyíregyházára jöttek nagyon sokan, most már a megyén túlról, a Dunántúlról is, illetve határon túlról nagyon sok vendéget várunk. A rendezvény ideje alatt mintegy 120 főzőstandon különféle ételek készülnek majd, mind-mind káposzta hozzáadásával. A sokféleséget és a kínálatot tükrözi a korábbi ételek alapján összeállított 111 káposztás recept című kiadvány is. Tavaly csak a demecseri önkormányzat konyhájában 20 ezer káposztát töltöttek, és 20 mázsa savanyú káposztából készítettek toros káposztát. A hagyományos ételek mellett természetesen mindig készülünk néhány érdekesebb étellel. A
az egyik nagy sikerű találmányunk az egy fokhagymás olajjal kikent cipó, amit egy kicsit átpirítunk, és kerül bele egy ilyen savanyú káposztás, vörösbabos, füstölcsülkös, tejfölös egyveleg, aminek a tetejére még körömpörköltet ültetünk, és úgy jön rá a cipók alapja. És ezt nagyon szeretik a látvány miatt is, és hogyha gyakran viszik haza, átmelegítik, és együtt van a köret az étellel. A különleges gasztronómiai élmények mellett igényes kulturális programokról is gondoskodnak a szervezők. Több színpadon folyamatosan váltják majd egymást a hamisítatlan népzenét játszó muzsikusok, könnyűzenészek, táncosok. Szombaton sogak mellett az Irigy Hónajmirigy lép színpadra, vasárnap Beatrice koncertre várják a közönséget. A szervezők a gyerekeknek is számos szórakozási lehetőséget kínálnak a hétvégén Demecserben. Három megyebeli csapat is a legjobb 32 közé jutott a labdarúgó magyar kupában. Az országos főtábla harmadik fordulójában a Kisvárda Nagykőrösön nyert 3-0-ra. A Kemecse Pilisen győzött 2-1-re, a Nyíregyháza Spartakusz pedig 2-0-ás nyírbátori sikerével harcolta ki a továbbjutást. Az NB3-as Nyírbátor fogadta az NB2-ben 100%-os teljesítménnyel élovas Nyíregyháza Spartakuszt, így egyértelműen a vendégcsapat volt a mérkőzés esélyese. Ennek ellenére a hazaiak mezőnyben az első félidő hajrájáig egyenrangú ellenfélnek bizonyultak, a 38. percben azonban egy szabadrugás követően Bajzát elé került a labda, és a gólgyáros nem hibázott. Közvetlenül a szünet előtt Huszák szerzett gólt közelről, kialakítva a 2-0-ás végeredményt. A második játék részben ugyanis csak helyzetekig jutott el a Spari, így Lucsánszky Tamás vezetőedzőben a továbbjutás ellenére is maradt némi hiányérzet. Fegyelmezetlenül játszottunk, azzal együtt annak örültem természetesen, hogy 2-0-ra vezettünk, hiszen egy fél idő alatt két gólt rúgni akárhogy is van, az jó teljesítmény, de fegyelmezetlenül játszottunk, nem voltunk annyira koncentráltak, hála Istennek ma ez is elég volt. Annak külön örültem, hogy volt egy-két nyíregyházi fiatal az ellenfélben, akik ugye ezzel a célzattal vannak itt, hogy föl tudjanak zárkózni, megmutatták ma, hogy elképzelhető, hogy lehet velük esetleg számolni. A hazaiak edzője, Márton István, a kapott gólok ellenére is elégedett volt csapata első félidei teljesítményével. Az első félidőben nagyon jól tartottuk a labdát, kultúráltan játszottunk. Mondtam is a csapatnak, hogy igazából nem is tudok belekötni az első félidei játékba. Úgy érzem, hogy a kapu előtti határozottanságunk, az utolsó passzok azok, amik a vereségünkhöz vezettek, és azok az egyéni hibák, amik most már hétről hétre jellemeznek minket. Mindig egyéni hibából kapunk gólokat, és olyanokból, amire fejlődjük mérkőzés előtt a figyelmet. Az első gól előtt Gengelicki ki volt osztva a felívelésre, lemaradtunk róla, ami a legnagyobb baj, hogy Bajzát is ki volt osztva, és persze, hogy elé pattan a felével labda. Ugye, amit mi kihagyunk, azt Bajzát könnyűtelenül berúgja. A második gól is sajnos egy olyan szituációból esett, amit jól ismertem Bajzinak a szokását, hogy szívesen mozog ki a vonal mellé, ott kérje a labdát, felhívtam a szélsővédők figyelmét erre, hogy itt ilyenkor Bajzát ott figyelemmel kell követni, ne engedjék beadni. Mégis engedtük, és ráadásul belül a beadásra még le is maradtunk. A Nyíregyháza Spartakusz mellett a Nagykőrösön 3-0-ás győzelmet arató Kisvárda és a Pilisről 2-1-es sikerrel hazatérő Kemecse is továbbjutott a magyar kupában. A 32-es táblán, azaz a negyedik körben már bekapcsolódnak a kupasorozatba az ND1-es csapatok is. Pénteken Kecskeméten lép pályára a Marsó NKK. A nyíregyházi férfi kosarasok október 5-én Pakson az atomerőmű ESE otthonában kezdik a szezont. Három nemzetközi tornát már maga mögött tudhat a Marsó NKK bajnoki rajta készülő együttese. A Horváth Imre szakmai igazgató és a Sitkó Ernő Siska János edzőpáros által irányított nyíregyházi kosarasok román, szlovák és csegárdák ellen léptek pályára a felkészülési időszakban, és amint az ilyenkor természetes, még a csapatépítés volt a legfontosabb szempont. Ezen a téren léphet még egyet előre pénteken az NKK, amikor a Kecskemét látogatását viszonozzák Mohácsiék. A három amerikai légiós közül jelenállás szerint Sims Edwards marad a csapat, Dixon és John sorsa azonban még kérdéses. A bújtosi csarnok parketta cseréje miatt az edzéseket a nyíregyházi főiskolán és a vasvári gimnáziumban tartják a kosarasok, akik az első hétfordulóban idegenben lépnek majd pályára. A bajnoki rajton október 5-én Pakson vendég szerepel a Marsó NKK, és a tervek szerint először november 16-án a Kecskemét ellen láthatja majd a csapatot a bújtosi csarnokban a nyíregyházi közönség. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Az eredeti ütemtervtől jóval gyorsabban halad a környezeti terhelést jelentő hulladéklerakók rekultivációja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás településein. A 240 önkormányzatot tömörítő társulás 7 millió forint Európai Uniós forrás nyert a Környezetvédelmi Hatóság által bezárt és használaton kívüli depóniák felszámolására. Alapvető fejlesztési célokban egyetértés van a megyei közgyűlésben, ezt mondta a mai ülésen Sesták Oszkár, a testület elnöke. A következő évtől a megyei önkormányzat elsődleges feladata az uniós fejlesztési források elosztása lesz. Ennek érdekében együttműködnek azokkal a szervezetekkel, amelyek területfejlesztéssel foglalkoznak. 9. alkalommal rendezik meg a demecseri káposztás napokat a hétvégén. A káposztás ételeket főző csapatok mellett színes kulturális programok, kirakodóvásár, kézműves bemutatók várják a látogatókat. Az ínyedtségek kóstolása közben a káposzta gyalulást versenyszerűen lehet majd kipróbálni, a fiatalok pedig a káposzta taposás népi módjával is megismerkedhetnek. Ez volt a Kölcsey Televízió híradója, amelyet megtekinthetnek az interneten és a weboldalunkon. A legfrissebb eseményekről legközelebb pénteken este 7-kor ugyanitt a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon kellemes az estéjük, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, egy hidegfront után pénteken 6-7 fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk, a több-kevesebb napsütés ellenére az átlagosnál hidegebb időre van kilátás. Éjjel eleinte többször, később időnként növekszik meg a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugati, majd az északira forduló szél megélénkül időnként megerősödik, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Az átlagosnál hidegebb időre van kilátás, északkeleten több, délen, délnyugaton kevesebb napsütéssel. Eleinte nem várható számottevő csapadék, vasárnap és a jövő hét elején főleg délen valószínű többfelé eső. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.